néhány futballpályányi nagyságú hulladék, kommunális szemét, uszadék, műanyag szemét gyülemlik fel itt évről évre a tavaszi áradások kapcsán. Én azt gondolom, hogy ezek a képsorok is bizonyítják, hogy minden korábbi elképzelést teljesen felülmúl az a hatalmas szemétmennyiség, amellyel itt most évről évre találkozhatnak a helyi lakosok. Ahogy szétnéztünk itt ezen a borzalmas szeméttengeren, a mindenféle műanyag hulladéktól kezdve a hűtőszekrény alkatrészeken keresztül elpusztult lótetemet is találtunk, úgyhogy szeretnénk felhívni ezen sajtótájékoztató alkalmával is a közvéleménynek, illetve a politikai döntéshozóknak a figyelmét arra, hogy ezeket az állapotokat nem hagyhatják így szó nélkül, ezen állapotok ellen tenni kell. Azt is tudjuk mindannyian, hogy ennek a szemét mennyiségnek, ennek a brutális szemét mennyiségnek a nagy része az Kárpátaljáról, ukrán területekről származik sajnos. Ez annak is betudható, hogy az ukrán állam teljesen felelőtlenül kezeli a környezetvédelmi szabályozást. Ennek pedig mi mindannyian magyarok, Tisza mellett élők és a Tisza mellékfolyói mellett élők isszuk meg a levét. De én azt gondolom, hogy a magyar kormánynak is sokkal erőteljesebben kell fellépnie az ukrán állammal szemben a környezetvédelem tekintetében. Minden évben átlagosan 20 és 40 tonna szemetet szednek itt a mögöttem lévő területről a szakemberek. Ennek pedig az az oka, hogy a Tisza folyónkon egyedül itt van olyan berendezés, itt vannak olyan elzáró táblák kiépítve, amelyek megfogják ezt a hulladékot, és így gyűlik össze a nagy része, amelyet a árhullám levonulását követően a szakemberek ki tudnak szedni különböző munkafolyamatok által. A Mi Hazánk mozgalomnak az egyik elsődleges célja, hogy megóvjuk a környezetünket, felhívjuk a közvélemény és a politikai döntéshozók figyelmét erre az áldatlan állapotra. Olyan méréseket végezzünk és végeztessünk el, amely megnyugtató módon bizonyítani tudja, hogy nem csak a kommunális szemétnek az élővizekből történő elszállítását kell megoldani a kormányzatnak, hanem mindemellett a különféle szennyező anyagoknak a kiszűrését is a természetes vizeinkből. Éppen ezért én jó magam országgyűlési képviselőként a szaktárcához fogok fordulni a jövő héten a parlamenti ülésszakban, és szeretnék megnyugtató válaszokat várni ezen áldatlan állapotnak a helyrehozatala érdekében, és természetesen minden olyan egyéb lehetőséget is meg fog ragadni a Mi Hazánk mozgalom zöld kabinetje, a Zöld Hazánk, amellyel hosszú távon egy élhető és fenntartható környezetet tudunk teremteni, nem csak az itt élő kisköréieknek, hanem természetesen minden olyan állampolgárnak, amely valamely természetes vízünk mellett él.